erő, gyorsaság, kitartás. A Hajdú Rendészeti Sportegyesület a Nyíregyházi Rendőrkapitányság felkérésére december 3-án szombaton szervezte a 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendészeti kondipark bajnokságot, amelynek a Nyíregyházi Sportcentrum biztosított helyet. A bajnokság idén először a Belügyminisztérium sportnaptárában is szerepelt, ennek köszönhetően elfoglalta méltó helyét a kiemelt rendészeti sportesemények között. A B-Strong kondiparkot láthatjuk itt a háttérben, és ennek van egy néhány kiegészítője. Két körös a verseny, elit kategóriában két vodot kell teljesíteni tulajdonképpen, és hát általános gyakorlatokról van szó, saját testsúlyos gyakorlatok, funkcionális elemek, mint húzózkodás, tolózkodás, gumiabroncs görgetés, az egyik legnépszerűbb, illetve kettlebeles gyakorlatok. A megmérettetésre mintegy 60 fő, férfi és női versenyző nevezett az ország különböző pontjairól, voltak közöttük rendőrök, tűzoltók és a terrorelhárítás munkatársai is. Egyéni és csapat kategóriában mérhették összetudásukat. A résztvevők 11 részből álló feladatsort teljesítettek a kondipályán. A versenyen indulók emlékérmet kaptak, a helyezettek értékes tárgyutalomban részesültek.